teremszépségversenyre kaptunk meghívást ide a kiskörösi Egymibe. Milyen hagyományai vannak itt nálatok ennek a fajta megmérettetésnek? Intézményünk diák önkormányzata immár 5. éve rendezi meg ezt a programot. Ilyenkor mindig külsős személyeket hívunk meg az intézményünkbe, tehát intézményünktől független személyeket, akik nem ismerik ugye a pedagógusainkat, gyermekeinket, és hogy ne legyen ebből probléma. Hogy... Miért tartjátok fontosnak ezt a teremszépségversenyt? Azért tartjuk fontosnak, mert fontos számunkra, hogy a gyerekek megtanulják a környezetüknek a tisztántartását, rendben tartását, és amiatt szervezzük minden évben ezt a programot. Ki kapnak meghívást, vagy ki kaptak az idén a zsűribe? Idén Horváth Gézáné Erzsike, a Bem József Általános Iskola intézményvezető helyettes asszonya, illetve Tóth Anett, a János Vitéz Látogatóközpont igazgatója, Szedmák Tamás alpolgármester úr és Domonyi László polgármester úr kaptak meghívást. Hát névos ez a névsor. Elfogadták mindannyian a meghívást? Igen, természetesen mindannyian elfogadták. Én törekszem mindig olyan embereket hívni, akiknek nagy jelentőségük van a városban. Első évben egy tűzoltót, egy mentőst és egy rendőrt hívtam meg. Természetesen egyenruhában járták végig az osztályokat. Tavaly pedig volt egy védőnőnk, egy gyógyszerészünk, illetve a Mina Anikó fogorvos jött el hozzánk. Milyen hosszú ideig készülnek erre a versenyre az osztályok, vagy ez ugye már szeptember elején elkezdődik? Hát nem, hanem minden évben a konferenciához kötődően rendezzük meg ezt a programot, így mindig előtte napon rendezzük, és hát azért készülünk rá, de nem csak ez a fő programja a diák önkormányzatnak, hanem van egy egész éves tisztasági versenyünk is, amikor a tanulók minden osztályt végigjárnak és pontoznak 1-től 10-ig, és arra pedig az év végén a tanévzáron kerül megrendezés az eredményhirdetés. Ezt a tisztaságot, ezt ilyen szúrópróbaszerűen csináljátok? Nem, ez minden, tehát minden osztályba bemennek. Milyen gyakorisággal? Minden nap. Tehát a tisztasági versenyünk minden nap bemennek. Mi az, amit a zsűrinek a iránymutatásként elmondtok? Mire figyeljenek elsősorban? Mert hogy ez egy nagyon szubjektív dolog is lehet. Természetesen nem szakmai szempontból nézzük, ezért nem feltétlenül olyan zsűritagokat hívunk, akik szakmailag nézik a termeket. Fontos, hogy inkább esztétikai szempontból bemennek egy terembe, melyik az a terem, ahol ő nagyon szívesen járna, ha ő gyerek lenne. Most egy kicsit ilyen átmeneti időszakban vagyunk, ugye november végéhez közelítünk lassan, tehát kicsit már az ősz lecseng, jön a tél, jön a Mikulás, a karácsony, az adventi ünnepkör. Mi az, ami most hangsúlyos a termekben? Nálunk még igazából inkább az őszi dekorációk vannak fent, illetve intézményünkben projektoktatás folyik, és nagyon sok teremben majd megfigyelhetőek ennek a jegyei. Minden osztály részt vesz ebben a versenyben? Igen, természetesen igen, minden osztály. Azon túl, hogy szépítgetitek a termet, beszélgettek ennek a fontosságáról is a gyerekekkel, hogy miért fontos az, hogy milyen környezet vesz bennünket körül? Természetesen igen, beszélgetünk erről. Ezért van még egy ilyen programja a diák önkormányzatnak, amikor vannak bizonyos útvonalak, amikor nem csak az intézmény körüli részt, hanem mondjuk mi ugye megyünk minden délután a buszmegállóba, kísérjük a gyerekeket, azon az útszakaszon, a szabadidőparkba össze szoktuk szedni a szemetet. És arról beszélgettek-e, hogy kik azok az emberek, akiket a zsűribe hívtok? Igen, természetesen beszélünk róla, igen. Hogy fog pontozni a zsűri? Megadtátok a szempontokat, vagy egyszerűen csak egy számot kell nekik minden teremre mondani? Nem kell konkrétan pontszámot adniuk, hanem mindenhova egy megjegyzést írnak, hogy mondjuk melyik teremben mi az, ami nekik jobban tetszett, vagy a legjobban tetszett, és a végén egyetlen egy termet választanak ki az intézményünkből, aki nyer, és egy külön díjat osztunk ki. Idén egy kicsi újítást vittünk bele ebbe az egészbe, hogy az ökotímmel összefogva hozzákötöttünk egy ökofal szépségversenyt is, és akkor így lesz, akkor így 3 díjunk lesz. Tehát az ökofal falat is díjazzátok, plusz egy termet, és a harmadik? A külön díj a harmadik, igen. Milyen díjakat adtok? Van egy vándorkupánk, amit minden évben a nyertes osztály egy évig őriz. Aztán a nyertes osztály szintén kap, hát torta szokott lenni, de most egy ilyen nagy tálca süti lesz,
a különdíjasok kapnak egy, vagy a különdíjas csoport kap egy, hát most egy oreós csokit, vagy egy ilyen dobozba, illetve az Ökofal szépségverseny nyertese pedig egy táska gyümölcsöt.